alsó, azt ki téged szívni már. A harmonikással együtt énekelték a nótákat az idősek otthona lakói. Közkedvelt vendége az intézménynek Németh Lajos harmonika művész. A népes közönség, köztük a 84 éves Pali bácsi is örömmel fogadta a műsort. Nagyon jó első érzés, hogy gondoskodnak és próbálnak életet és vidámságot bevinni az életünkben, itt az otthonban, úgyhogy nagyon jó első érzés. Szólt az Isten, kedves fiam Noé, itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-e. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ehhez kapcsolódva szervezték meg ismét az idősek hónapja programsort az Egyesített Szociális Intézményben. Számos kulturális és szórakoztató programot állítottak össze egész októberre. Várunk egy néptánccsoportot is, ők kaposváriak, és aztán érkeznek hozzánk a gyenesdiási dalárdások is a jövő héten, és nyilván megemlékezünk majd az 1956-os forradalomról is, és hát szeretnénk részt venni a Városi Idősek Hónapja rendezvényén is, ami ugye az Operett gálán, amire hát nagy örömmel készülünk, és szeretnénk tényleg ott lenni. Annak a városnak van jövője, melynek aktívak a közösségei, és ezeknek a közösségeknek fontos részei az idősek, mondta el köszöntőjében Nagy Bálint. A város alpolgármestere, az idősügyi tanács elnöke kifejtette, egy városnak meg kell becsülni az idősebb generációkat, ezért jött létre tavaly az idősügyi tanács. Az idősügyi tanács a következő időszakra azt a célt tűzte ki magának, amellett nyilván, hogy az egyénileg próbálja segíteni a rászoruló idős embereket, azt a fontos célt tűzte ki magának, hogy a közösségeket, az idős emberek közösségét, azokat a civil szervezeteket, amelyek valamilyen idősüggyel foglalkoznak, azokat segítse. És a mai nap is ilyen, illetve ez a hónap is ilyen, ami alapvetően különösen az idősekről kell, hogy szóljon, hogy olyan rendezvényeket, olyan programokat szervezzünk, ahol ezek a közösségek egyre jobban egymásra tudnak találni, a különböző idős, illetve a kevésbé idős vagy fiatalabb generációk is tudjanak egy kicsit keveredni egymásról, hogy színesítsék a város közösségi életét. A rendezvényen Nemes Klára képviselő is köszöntötte az időseket. Az ESZI idősek otthona mindig telt házzal működik, 70 fő éli itt mindennapjait. Az itt működő idősek klubjának pedig 20-25 rendszeres látogatója van.